Megérkeztek a statisztikai hivatal legfrissebb adatai. A magyar gazdaság teljesítménye 2024 második negyedévében 1,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Noha a növekedés az éven belül változó ütemű, továbbra is bővül a magyar gazdaság. Jó hír, hogy a sikeresen letört infláció és a kétszámjegyű átlagbér emelkedés eredményeképpen a reálbérek növekedési üteme is dinamikus, 10% körüli szinten alakul. Ennek is köszönhetően a fogyasztás a második negyedévben tovább emelkedett. Ez azt jelzi, hogy az emberekben is egyre nagyobb a bizalom a gazdasági kilátásokat illetően. Mindezt annak ellenére értük el, hogy a külső körülmények továbbra sem kedvezőek. A háború lezárása még mindig várat magára, és ez az ipari termelésen túl a magyar export felvevő piacait, az európai gazdaságokat is visszafogja. Ugyanakkor kedvező körülmény, hogy az elmúlt időszakban sikeresen erősítettük meg az államháztartás egyensúlyát. Az idén 1000 milliárd forinttal javítottuk a költségvetés mozgásterét, így a nehéz külső körülmények ellenére is egyre stabilabbak a növekedési kilátásaink. Bizakodásra ad okot, hogy az IMF és az Európai Bizottság az élmezőnybe várja a jövőre a magyar gazdaság bővülését, emellett pedig a hitelminősítők is megerősítették, hogy növekedési kilátásaink kedvezőek. Folytatjuk a munkát, tovább javítjuk az egyensúlyi mutatóinkat, és fenntartható növekedési pályán tartjuk a gazdaságot.